nem csak körülbelülre, hanem pontosan meg is tudom nagyjából mondani, hogy hol volt az a ház, ami most már csak fényképeken meg a fantáziámba létezik. Ugye itt Tolna központjában, a Szentháromság téren, bár ez a Kossuth Lajos utca 2 volt, itt állt az a ház, ami a homlokzatán volt a felirat Rubolt Ferenc kötélgyártómester. Tehát az én nagypapám Tolna szerte a kisvárosban közismert figura volt. Az ő háza volt, így gyártotta a kötelet. A nagymamámnak pedig ugyanebben a házban, ami már hát ugye nem létezik, volt egy varrodája. A kapu mindig nyitva volt, és az üzlethelység lépcsőjén, mint kisgyerekként ott ücsörögtem, és néztem Tolna főterén zajló életet, szemben a játékboltot, mint ahogy most is ott van, a presszót, a békeéttermet, a vasboltot, az ingersarkot. Itt zajlott az élet, és zajlott az élet a házunkban, hiszen a varodába, a kötélgyártó üzembe, az üzletbe jártak az emberek kibe, sőt, piaci napokon a bogyiszlai asszonyok azok idejöttek, csak bekiabáltak, hogy Feri bácsi, berakjuk a biciklit, és sokszor a kapualjunkba, amit jó svábosan Einfuhrnak hívtak, később öcsémmel nagyon sokat fotballoztunk benne, nem tudtunk elférni a rengeteg biciklitől. Tehát körülbelül ez volt az a életemnek a kiinduló pontja és eszmélésemnek a helyszíne, ahon én tulajdonképpen elindultam, és ahonnan mind a mai napig nagyon szívesen jövök vissza, és ahonnan akiktől, emberektől, rokonaimtól, szeretteimtől, meg az itt ülő emberektől tulajdonképpen az egész élet filozófiámat, meg indítatásomat kaptam. A családom szinte kivétel nélkül csupa iparos ember. Mind a mai napig meghatározó az ő gondolkodásmódjuk, viselkedésük. Tehát először is a munka szeretete és a munka becsülete. Déli 12 órakor gyönyörű tolnai halangszóra a nagypapáknak ott volt megterítve az ebéd. Tehát a munkás embernek ottan enni kell, mert ugye üzemanyag nélkül nem megy az ember. A vallásosság, hogy katolikusok voltak a felmenőim, hogy vasárnap nem dolgozunk, hogy többrétű nem csak a munkánk van, hanem a családdal is törődünk, a gyerekeket tanítatjuk, tisztájáratjuk, sportoltatjuk, zenére tanítjuk, ezek mind, és hát én ezeket adom tovább, és igyekszem e szerint élni, és hát nagyon sokszor eszembe jut, hogy bizonyos helyzetben a nagypapám hogy oldotta volna meg, vagy apukám hogy oldotta volna meg, tehát igenis, amit az otthon látott viselkedés minta. Érdekes módon, ugye ez az Árpád utca 18, a 10-ben most a nagynéném lakik, és előtte van a Csúcsúfagyi, a Verling József cukrászdája, ahova mi idefelé jövet, mindig egy 50 filléres vanília vagy citromfagyit elnyalhattam. Ugyanúgy van itt, ugyanolyan fagyit lehet kapni, de nem 50 fillér. Na most kíváncsi vagyok, hogy ő szolgál neki, és hogy... Ez zárva van. Csókolom! Puszi! Adj egy puszit gyorsan, aztán megyünk tovább. Szia! Hello! Szia! Mondod, te ismerős ez a kis emberke így oldalról. Egy portréfilmet csinálnak rólam, igen. Majd jövünk a falfőzőre. Szia! Amikor ezen az úton sétálok, és még ugyanolyan a járda, mint akkor volt, nagyon jó érzés felfedezni, hogy ugyanolyan a repedés, mert én vagy 100 000-szer mentem el itt az általános iskolába, az óvodába, a Dunapartra, és nagyon jó érzés tudnom, hogy a Szentháromság szobor is ugyanolyan, sőt, nagyon sok barátom ugyanígy itt van, mert nekem az egy borzasztó fontos érzés az, hogy én itt milyen voltam, és a világ, meg a környezetem, meg a szakmám, meg minden, hogy változtatgat engem, de amikor innen visszajövök, akkor vissza tudok nyúlni ahhoz a kis Rubolt döncikéhez, ami én voltam, aki egy tiszta kis, becsületes, rendes kis emberke volt, mert ezt a kis gyermeki magot nekem, mint színésznek, borzasztó fontos megőrizni. Hiszen ha kiveszik belőlem a játékkedv, az a nagyon komoly játékkedv, ami egy kisgyermekben megvan, akkor akár ne is legyek tovább színész. Szülő
adja át a gyereknek szerintem nagyon sok mindent, de például a szülőföld szeretetét is. Apukám elkerült Budapestre, mint Tolnán élő és Szekszárdon dolgozó ember, és azonnal a Tolna megyeiek baráti körének szervezésébe fogott. Egy Fábián János nevű ügyész volt a névleges elnöke a dolognak, de a titkári, meg nem tudom, szervező munkát apukám csinálta. Úgyhogy nekem például megvan az összes Tolna megyéből elszármazott embernek a címlistája, meg mindenen államban. Most mi autóval fogunk lemenni, de majd a Dunaparton van egy kis köz, annyira szeretem, az az egyik, és majd oda majd forgassatok bele. Jó, egy picit, azt nagyon szeretném kérni, mert ugye a világban bármerre jártam, mindenütt a Duna felé hajló kis pici utcákon éreztem otthon magam, mert ugye itt jártam minden nap le a Dunapartra, itt volt az óvodám, a napközibe általános iskolába itt ebédeltünk, hát most ez egy modern épület, de régen itt volt azt hiszem a jópajtás étterem, úgyhogy ezek a Duna felé menő kis szűk kis pici utcácskák itt az utca végében látszik. Ez egyébként a Bogyiszlói út. Itt balra menjünk majd be, mert ugyanez Zsák utca, de itt van. Ott van a Zsilip egyébként, majd a Zsiliptől onnan a tájról nagyon szép képet tudtok csinálni. De hát így körülbelül oda le tudtok valóba parkolni, mert bemenni ugye gépjárművel már nem lehet. De hát végül is ez a tolnai Dunapart, tehát tulajdonképpen itt kezdődik a tolnai Dunapart. Tehát jöttem otthonról, és akkor itt biciklivel szépen ezen a kis gírbe-gurba kis körön, akkor én még azt nem tudtam, hogy ez milyen romantikus tulajdonképpen, de aztán, amikor Szentendrén mászkáltam, akkor azt mondtam, honnan ismerős ez nekem? Hát persze. Vagy a Dalmát tengerparton, tudod, hát imádom a vizet. Hát ez ebből adódik, hogy itt van a víz, ami hát az életet jelenti. Most túl azon, hogy iparosok voltak ugye a felmenőim, de hát azért itt Tolnán a hajósságnak és a halászatnak nagyon komoly hagyományai vannak. Hát most kinn a temetőben külön emlékművet avattak ugye a tolnai hajósok meg a halászok emlékének. Hát itt lenn, mikor gyerekként fürödtünk, akkor alig vártuk, hogy jöjjenek a halászok, mert főzték a halat, ők megették a levet tésztával, hogy jól lakjanak, a halat meg a bográcsot odarakták nekünk. És akkor fürdőgatyába itt szaladgálva, de apuká, itt hatalmas vízi élet volt, tehát a Dunán ugye nyáron fürödtünk, télen korcsolyáztunk, tehát minden a vízhez vezetett, hogy az utcák így lejtenek minket, mágnesként vonzott, kamaszkoromba itt romantikáztunk, minden itt zajlott a Dunaparton. Tehát gyakorlatilag úgy működött a község, hát most már kisváros, hogy munka után az emberek lejöttek, és a Dunaparton szépen napoztak, fürödtek, tehát nem csak a lakóhelyük volt, hanem egyben üdülő telep is volt. Ez az a táj, ez az a kép, ami ez egyszerűen, ami kitörölhetetlenül van bennem, és bármikor becsukom a szemem, magam elé tudom idézni, mert ugye hát ez jelentette egyben a végtelent is, mert ugye télen korcsolyával lehetett a Gutai puszta, meg Fat felé, meg a Nagy Duna felé menni, de abba az irányba is, ugye Góga felé, Szekszárd felé. És nyáron bizony hatalmasakat úsztunk, csónakáztunk, folyamatosan csónakáztunk, tehát éppen vízi csaták voltak, meg hát a kedves lányokat ugye csónakkal úgy udvaroltunk, hát nem mertük kimondani, hogy tetszel meg ilyesmi, hanem meghívtuk csónakázni, és akkor csónakázni vittük a lányokat, ugye aztán később itt randevúztunk. Hát tulajdonképpen minden itt a Dunaparton történt. Ott az a henger alakú, az a gyárkút. Tehát megvoltak a különböző részei, ugye a külön világ volt az Ártézi kút környéke, akkor a Gyárkút környéke, akkor utána jött a fürdőház, most ott egy kajakkenu telep van, és nagyszerű kajakosokat nevelnek, de ott valamikor a partoldalba nézőtér volt, erről vannak is fotóim, apukám volt ott egy gyönyörű gém, majd megnézzük. Apukám volt a vízipóló csapat kapusa, később pedig úszóedző volt. Aztán ugye a víz minősége elromlott, de egyébként többen foglalkoztak itten gyerekek úszásoktatásával. A tolnai gyerek az azonnal tudott úszni, mert hozták le a Dunára, és hát itt mindig remek edzők működtek. És hát mindig valami sport nagyon homloktérbe volt Tolnán. Ugye először itt volt a vízipóló, OB2-es csapat volt. A vízipóló, most a kajak, de volt a pingpong. Szóval, tehát itt ugye Tolna
Szekszár meg Paks között egy jelentős történelmi múlttal ugye mi maradt? Nagy termelő tevékenység sajnos nincsen, de hát itt maradt a kultúra meg a sport, meg a múltnak a földolgozása, mert azért azt tudni kell az embernek, hogy honnan jön, mit szeretett, tehát nem tudom a jelenemet sem vinni, meg a jövőmet sem tervezni, hogyha nincs múltam. Na most hát itt ez a vidék azért hát gyönyörű szép múltat ad az embernek, nem csak az itt élő embereknek a gondolkodásmódja, szemléletmódja miatt, hanem a lehetőségek miatt. Hát itt azért jó földek vannak. Hát itt azért jó bort csinálnak, mert jó szőlők vannak. Hát itt minden iparos családnak volt szőlője, akár a kertbe, akár kinn a hatos miút másik oldalán. Itt minden családnak volt bora. Tehát minden család a maga évi bora. Tehát gyermekkoromban az asztalnál az egy harsány ilyen mondóka volt, hogy kérek szépen kevés bort és sok szódát. És akkor kaptunk ennyi picike kis bort, és telenyomták szódával, Schaller szódával, Schaller öcsi a mai napig működik, kiváló barátom, tegnap este náluk voltunk, Schaller szódát ittam, ugyanúgy, mint akkor. És akkor ittuk, ez volt az üdítet, kicsit megsavanyított a bor. Tehát mindenki, tehát van végül is van jó föld, jó bor. Itt van, hát Tolnán a halőrület és a halászlé főzés őrülete, hát az már legendás. Nem tudom, hogy tudod, mi a különbség a bajai meg a tolnai halászlé között. Teljesen egyforma, csak a tolnai jobb. ez is egy fontos útvonalam, ugye, mert a keresztanyám, nagymamám testvére itt lakott a Bercsényi utca 1-ben, neki is volt itt egy varodája, és aztán erre vezetett az út Szekszárd felé, ugye a vásártérre. Hát a vási az egy fogalom szintén az életünkben, mert a régi vásártéren játszottunk, ott alakították ki a futballpályát, ott futballoztunk. Tehát nyáron, ha följöttünk a Dunáról, akkor a kiégett füvön mezitlábit játszottunk. Hát most be van építve. Egyébként az 56-os árvízben itt voltak a futballkapuk, lente ide jártunk szánkózni is egyébként. Tehát a futballkapuk alig látszódtak ki, olyan magas volt a víz, azt képzeld el. Hát ezek a házak vidáman, ezek utólag épültek. Tehát ez árterület volt. Abszolút árterület volt. Ott látszik a futballpálya, most egy helyes kis futballpálya van. És megpróbálom megszervezni, hogy a magyar színész válogatott lejöjjön ide, és a tolnai öreg fiúkkal játszon, mert nagyon szeretném összehozni azt a baráti társaságomat, ezt a baráti társaságommal. Itt volt a szánkódom. Ez volt a szánkódom, ide jártunk szánkózni. Ezek a házak nem voltak. Ez volt a vásártér. Hát a nevében benne van, de hát mi röviden Vásinak hívtuk. Most az a mondat, hogy nagymama, lemehetek a Vásira focizni? Ez a mondat naponta háromszor, lemehetsz, de megcsinálod előbb a leckédet. Így kezdődött. Hogy mehetünk még tovább beljebb. Tulajdonképpen itt volt, eredetileg ez volt a vásártér, és itt volt a futballpálya. Tolnának volt MB3-as foci csapata, én úgy tudom. Balra ott volt egy kis tó, most edzőpálya, ott nézhetünk, és akkor ide épült ez a szép kis barátságos kis stadion, és hát őrületes sok időt töltöttem itt. Tehát mit tudom én, mondok ilyet, hogy rekkenő nyári hőségben nem engedtek le a Dunára fürdeni, mert azt mondták, hogy túl nagy hőség van, akkor természetesen lejöttünk a vásártérre, és a szárazra, a szalmára égett füvön mezitláb fotbaloztunk. Olyan vastag volt a talpamon a bőr, hogy a csikket el tudtam nyomni. Ez látszólag egy sportpálya, de tulajdonképpen ez maga a fogalom, a vási. Mert ez volt régen a vásártér, és aztán a vásártér helyére építettek egy futballpályát, és aztán azt bővítették ki tovább. Tehát, hogyha a Dunára nem mehettünk le, akkor a Vásira jöttünk futballozni. És nekem mindig mindenhova cipelnem kellett a kisöcsémet. Hát gyakorlatilag Rubolt Péter, NB1-es futballista, 10 évig a Ferencvárosba játszott, 4 évig Győrbe, 2 évig az Újpestbe, ott magyar bajnok is lett. Hát tulajdonképpen az a gyanúm, hogy egy kicsit ennek is köszönheti, mert állandóan nálánál 5 évvel idősebbekkel futballozott. Tehát volt úgy, hogy mi már itten kölyök csapatként, vagy ifi csapatként stoplis cipőben edzettünk, és a nálunknál 5 évvel fiatalabb kisgyerek kis tornacipőben hülyét csinált belőlünk, annyira tudott futballozni. Tehát futballoztunk,
kerékpároztunk, pingpongoztunk, úsztunk, kajakoztunk, csónakáztunk, szóval egyszerűen a sport, a mozgás, ez folyamatos volt. És én enélkül nem is tudok létezni. A mai napra ez azzá zsugorodott, hogy tulajdonképpen a gyerekeimmel járok a Vekerlén, ahol élünk Pesten, futni. Meg hát néha azért leállok fotballozni is, csak hát már azért nem megy úgy, mint régen, és akkor inkább nem égetem magam. De hát ez volt a minden. Tehát a Dunapart mellett a másik fő helyszín a Vási. Nekem a Dönci, ha a Rubold nevet hallom, akkor inkább a Barátság jut eszünkbe, mint a színész, de azért nagyon nehéz közegbe próbálja ő azt a színészi pályát folytatni, amiért hát nagyon is megküzd, és hát elég sok feladat hárul rá abba, hogy ő egy ilyen színész legyen, és az egy különösen tetszetős dolog, hogy a gyökereit azt mindenhol hangoztatja, hogy ő Tolnáról származik, és nagyon szívesen jön vissza. Minden korszakunknak megvolt a miértje, hogy miért vagyunk barátok. Talán alsó tagozatban a vízszeretet, a sportszeretet, felső tagozatban a közös barátnézés, közös csúszizás. Középiskolában is tovább tartottuk a baráti kapcsolatot, közös rádió szakkör, sőt, Pestre is együtt kerültünk feltanulni, tovább tanulni. Talán nem volt soha közöttünk ilyen mosolyszünetnyi idő, inkább csak a munka miatt kimaradt egy-két év, amikor nem voltam itthon, de nagyon sok problémát, gondot együtt oldottunk meg azokba a bizonyos ilyen nősülés előtti időszakokba, vagy műszaki egyetemnek az abbahagyása, vagy amikor ez az élet úgy megkívánta. Tudtunk egymással beszélni, tudtunk egymásnak ötleteket adni. Itt olyan barátságról van szó, amit nem is tudom, hogy valami el tudna rontani, vagy amivel jöhetne valami hiány. A barátságunk folyamán végig kialakult az egymáshoz való ragaszkodás, már amennyire most a mostani életünk, életvitelünk megengedi, hogy együtt legyünk. Amikor tudjunk, akkor közös programokat szervezünk, és nagyon sok olyan közös pont van, ahol nagyon jó egyetértünk. Szeretem, amikor el tudunk menni a színházi előadásaira, nagyon hangulatosak az utána való beszélgetések vele, feleségével, a mi családunkkal. Ezt így megfogalmazni, amikor egy gyerekkori barátság van, és az ember nem is gondolkodik, hogy jön a Dönci, hú, de jó, hát akkor közösen megyünk el, közös programunk van, közösen beszélgetünk. Van mindenről nagyon jó határozott véleménye, és nagyon jó is ki tudja őket fejteni, azokat nagyon jó ki tudja fejteni. Nem tudom azt így megmondani, mit szeretek benne. Fele tudja. Minden ragaszkodásom szeretetem mellett azért itt a jó barátokkal, abban az időben Merkü Csabával, mert akkor már Laci barátom talán már tengeren volt, azért nagyon sokat sétáltunk mi, telve energiával, fantáziával, gondolatokkal, tetrekészséggel, mindennel, és nem találtunk kifutást, és sokat idézelbe káromkodtunk, hogy hát itt egy ilyen kis vidéki helyen, mondjuk este 9-től már itt nincs élet. Mi meg még azért úgy mentünk volna, csináltuk volna, stb. Egy kicsit azért szűknek éreztük a lehetőségeket. Na most, ugye én elérkezett a felvétel, felvettek a Műegyetemre, előfelvett katona lettem, katonaságtól, és még a Műegyetemről is nagyon-nagyon sűrű jártam haza, hiszen 79-ig anyukám még itt éltek. És aztán jött az a forduló pont az életembe, pont a Műegyetem adta őrületes nagy lehetőségek miatt, mert ott kinyílt a világ, tehát olyan kulturális élet volt. Magát a tanulmányaimat nem szerettem, kiderült, hogy nem érdekel, viszont annyi mindennel tudtam foglalkozni, hogy végül is ottani barátok meg a lehetőségek arra tereltek, hogy az a vágy kelt föl bennem, amit egyébként mindig elnyomtam, hogy én színész szeretnék lenni. Külső-belső adottságok miatt. Tehát hazajártam a katonaságtól folyamatosan, óriásiakat bulisztunk, többek között a Meris együttes zenéjére. Hazajártam a Műegyetemről is, sőt, dolgoztam a Szekszárdi Mechanikai Mérőműszergyárba egy évig, mert még évismétlő is voltam, akkor még mindig nem derült ki, hogy mi szeretnék lenni.
És onnantól kezdve jön egy éles határvonal, amikor ugye teljes energiabevetéssel és érdeklődéssel és minden áldozatot meghozva a színészettel, amikor fölvettek a színművészeti főiskolára. Elsős voltam, akkor már az öcsém NB1-es futballista volt, és édesanyámék a főtéren lévő házunkat akkor a önkormányzat tanács kisajátította, eladták, és Budapestre költöztek. Tehát tulajdonképpen ez az az éles határvonal, amikor a közvetlen és folyamatos kapcsolatom a szülőfölddel hát megszűnt, és onnantól kezdve egy nagyon jó fajta, de másfajta kapcsolat lépett életbe. Folyamatosan járok egyébként haza, minden nyáron hazajárok. Feleségemet is már itt jól ismerik, mert Götz Anna színésznő, úgyhogy mondjuk a tévéből is, de a gyerekeimet is hozom folyamatosan. Hát Lacival szerintem, hát ha nem is heti, de ha mindenképpen nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, nem csak Lacival, több barátom van még itt, nagynéném itt él, hívnak előadó estekre. Tehát mondhatom, hogy élő a kapcsolatom, de ez már egy másik történet.